Ajkára utazott az ETFC csapata a női labdarúgó MB2 nyugati csoportjában. A papírforma a tabellán elfoglalt helyezések alapján az ETFC sikerét ígérte, az alaiak ugyanis jelentős pont előnnyel álltak az ajkaiak előtt. Noha az első fél idő kiegyenlített játékot hozott, a fordulás után ez megváltozott. Az alajak nagyobb fölényben játszottak és megszerezték a vezetést. Az ajka azonban nem adta fel és 5 percen belül egyenlített. A második félidő utolsó 20 percében az ETM mindent megtett, hogy megszerezze a győztes gólt, de próbálkozá próbálkozásait nem kísérte szerencse, így maradt a döntetlen. A végeredmény FC Ajka, ZTFC 1-1.